Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Elég váratlanul jött valóban ez a dohány törvény, és az is igaz, hogy valószínűleg nem szerencsés nemzeti jelzőben illetni egy ilyen bolt hálózatot. Hiszen annyi minden fajta bolt van, olyan sok hálózat van, miért éppen ez legyen nemzeti, de talán olyan szempontból is elég, ha csak dohányboltnak neveznénk, mert hogy úgyse lesz máshol dohányárusítás. Tehát ez elég markánsan, hogy dohánybolt, egy jó ütős sporttal, reklámmal, felirattal teljesen egyértelműsíti a boltot. Na most csapkodnak itt össze-vissza az indulatok a törvénytervezet megítélése kapcsán, és ezért szeretnék jó dolgokról is, meg nem jó dolgokról is beszélni. Azért szögezzük le, mint jó dolog az, hogy igenis egy ilyen mértékű restrikció, a dohány árusítás beszorítása 45 ezer helyett 7 ezer boltba lényegesen és garantáltan fogja csökkenteni a fiatalok és általában is a felnőttek cigarettához való hozzájutását. Aki azt mondja, hogy ezt a restrikciót bármilyen trükkel, volumenbe ki lehet játszani, az egész egyszerűen nem mond igazat, nem tudja az ide vonatkozó nemzetközi tapasztalatokat, mindenütt bejött ez a módszer. Az árdrágítás, a korlátozott hozzáférés, illetve az, hogy nem lehet dohányozni, ez önmagában óriási eredményeket jelentett a világon mindenhol. Tehát ezt ne támadjuk a törvénytervezetbe, mert ez jó dolog, és ennek lesz eredménye. Az is jó dolog a törvénytervezetbe, hogy egyfajta családi gazdálkodás koncepciójába gondolkodik. Ugye úgy szerették volna belőni az elején a nyereségességet, hogy eltartson egy családot. Mondjuk meg őszintén, hogy nem sikerült elsőre így belőni, nem tart az első verzió, nem tartott volna el egy családot. Körülbelül 150-200 ezer forint maradt volna meg, jó esetben egy forgalmasabb helyen, az első verzióba, minden költség levonása után, így, hogy különböző termékeket lehet még árusítani, van lehetőség adózás előtt egy 3 és 500 ezer forint közötti összbevételre, és ez akkor esetleg egy családot, úgyhogy beszáll az árusításba, fél munkaidőbe, mondjuk a gyerek vagy a sógor, így el tud tartani, legalábbis fix bevétel. Azért se besüljük le a visszatartó erejét a fiatalok vonatkozásába ezeknek a dohányboltoknak, mert itt azért nem arról van szó, hogy majd kap egy fenyítés, vagy az önkormányzat ír valakinek, mert látta, hogy egy fiatalnak adott cigit. Itt bukja a 20 éves koncessziót. Az megvonható tőle. És azt nem fogja még egyszer megkapni. Tehát aki egyszer itt hibázik, erről nem szoktunk beszélni, az egy 20 éves koncepciót, egy víziót, egy család megérhetési elképzelését bukja el. Tehát igenis meg fogja gondolni, hogy adja ne fiataloknak. Azt természetesen nem lehet kizárni, hogy majd mindenfajta trükkel a fiatalok időseket megkérnek és visznek itt cigarettát, de ezt sehol nem lehet kizárni, és ebből kiindulva nem szabad alábecsülni ennek az eljárásnak, ennek a törvénynek a mégiscsak visszatartó erejét. Az is nagyon jó dolog, hogy a legforgalmasabb helyekről, ahol nagyon sok fiatal van, családok vannak együtt, most egyszerűen röviden plázának nevezem őket, megpróbáljuk kiszorítani. Sehol a világon nem lehetséges az, hogy hatalmas plázákban, amelyek egyre inkább, most nem minősítsük, hogy ez jó vagy rossz, de egyszerűen tény, hogy a családi életnek egyfajta terepe ott szem előtt legyen, elérhető legyen, oly módon is, hogy például bemegy a gyerek az ajtón a boltba, dohánybolt. Tehát ezt meg kell érteni mindenkinek. A problémák nem itt vannak elsősorban, hogy a plázákból esetleg kiszorulnak. A problémák ugye ott vannak, hogy az a kérdés, hogy a dohány multiknak a nyeresége ezáltal hogy csökkenhet, ezért ágálnak, érvelnek ez ellen. Hát ugye a multiknak elsősorban a nagykereskedőkkel kellene először egy áraakut megkötni, lejjebb kéne vinni a profitjukat, a nagykereskedőknek kellene nagyobb profitot
meghagyni, akkor ők is nagyobb árést hagyhatnának meg a kiskereskedőnek, és akkor mindjárt nem volna annyira élethalál harc a trafikok megélhetése, illetve a velük való kalkuláció. Ebben az esetben még az eredeti koncepció is eltartott volna egy trafikot, csak amikor, vagy egy családot, csak amikor szembenéztek a tényekkel, hogy 4-5%-os árés mellett napi 500 cigaretta eladását, doboz cigaretta eladását feltételezve 800 forintos áron, hát valóban 16 ezer forintos napi bevétel jön be, az ugye 24 napra számítva 400 ezer forint, levonásokat tekintve marad a 150-180 ezer forint. Tehát jó az, hogy van felelőssége a boltosnak, az üzemeltetőnek a következményeket illetően, olyan értelemben is, hogy korlátlanul felelős. Korlátlanul felelős akkor is, ha egyéni vállalkozó, és korlátlanul felelős akkor is, hogyha egy betéti társaságnak a beltagja. Ugye, tehát itt azért mondjuk meg őszintén, hogy ez a 7000 trafikos igenis felügyelet alatt tartható, kordába tartható. Nagyon szigorú ellenőrzés lehet megvalósítani. Egyébként az árusításba, a gazdálkodásba is, nem csak abba, hogy kinek mit árulnak. Na, hát beszéljünk azért arról, hogy vannak problémák is, amik még nem látszanak, hogy fognak elsülni a valóságba. Ugye óriási különbség lesz árbevételben a különböző települések, különböző fekvések között. Egy nagyforgalmú budapesti lakótelepen 2-3-szor akkora forgalom várható, mint mondjuk egy közepes város, vagy egy kisebb városnak valami hasonló boltjába. Ugyanakkor is szeretném eloszlatni azt a szintén többek által többször előhozott érvelést, hogy egy falusi kisbolt tönkre megy akkor, hogyha a dohányt esetleg nem ő kapja meg, nem tud árusítani. Ez nem igaz. Azért nem igaz, mert én például 3-4 hónapot töltök egy évbe egy 500 fős településen. Minden reggel elmegyek a helyi boltba. Ott nem cigarettát vesznek az emberek. Tejet vesznek, a nők a süteményhez vesznek, sütnek, pudingport vesznek, felvágottat, kolbász vesznek, sajnos lassan már termékeket is, mert nem tudnak termelni. Én minden reggel ott vagyok, de szinte alig hallottam, hogy valaki azt mondta volna, hogy egy szofiánét kérek. A férfiak elmennek úgy is, mert sajnos nincs munka a településen, megveszik a cigarettát ott, ahol dolgoznak. Nem ez a probléma. Fog jelentkezni ez a probléma, de nem így. Úgy fog jelentkezni a probléma, hogyha mondjuk valahol megnyílik egy új trafik Budapesten, egy forgalmas új helyen, és árusít alkoholt és a többi, akkor mi lesz a 30 méterrel arrébb lévő kisbolttal, amelyik idáig árult alkoholt? Ezzel kell foglalkozni, hogy annak a nyereségességére hogy hat, de önmagában a falunak az egyetlen egy kisboltját ez biztos nem fogja hazavágni. Tehát én azt javaslom, hogy ezt az érvelések közül ki is lehet iktatni. Nem látszik még az, hogy a szerencsejáték RT-nek a különböző tevékenységeit hogy lehet beintegrálni ebbe az egész rendszerbe. Tudnék, ugye jól működő, illetve többségében jól működő lottózók, totózók vannak. Na most azt azért nem lehet kérni a szerencsejáték RT-től, hogyha valaki egy ilyen lottózó mellett akar 100 méterre nyitni egy trafikot, és abba akar szerencsejátékot űzni, akkor annak is adjon engedélyt, mert hiszen a korábbi kuncsaftját hozza lehetetlen helyzetbe. Tehát ez egy opció, amely olyan, mint a szerencse, vagy bejön, vagy nem az illetőnek, aki egy ilyen trafikot elkezd működtetni. Ha meg tudja szerezni ezt, akkor meg tudja szerezni ezt a plusz jogot, ha nem, nem. Önmagában a kiírás az végül is nem rossz, olyan értelemben, hogy reális a 200 000 forintos konceszió, szerintem mindenki azon panaszkodik, hogy milyen kicsi lesz ugye a várható bevétel, tehát akkor a 200 000 forint éve szinten nem rossz. Reális az is a kiírásban, és korrekt, hogy nagyon nagy a felelősség, tényleg korlátlan felelősséget visz az illető, bukni lehet, és az is reális és korrekt dolog szerintem, hogy a többszörösen hátrányos helyzetű emberek számára próbálna elsősorban munkalehetőséget vagy vállalkozási lehetőséget biztosítani, hiszen a handicapesek és a korábban tartósan munkanélküliek vannak előnybe. Nem tartok attól, hogy a beruházás miatt sokan elesnének a lehetőségtől, nagy beruházást ez nem igénye. Tulajdonképpen egy pár százezer forintos induló beruházást igénye, utána a cashflow-ból az a kis plusz, amit investálni kell, az kipörgethető, illetve hát maguk a cégek is nyilván minimális polc, meg nem tudom milyen dekorációt biztosítanak. Úgyhogy én nem tudom, azt mondom, hogy 10 percen van, nem tudom,
elnök úr, mennyi, hány percem van? 15 perc. 15 percem, perc. Akkor még egy kicsit beszélek, de már nem olyan sokat. Bátran. Igen, igen. Tehát maga a beruházás is részt épp úgy nem szabad, hogy egy ilyen demagógiának az alapja legyen, mint ahogy az, hogy a falusi kisbolt tönkre megy. Na most nézzük a további demagóg elemeket, amiket szintén nem érdemes terjeszteni. Riogatni meg lehet próbálkozni vele, de nincs valóság vagy életszerűsége. Ugye többször elhangzott itt az, hogy most hazavágják a mostani trafikosokat, és új elosztás jön. Na most én nem tudom ezt most egyértelműen állítani, de teljesen nyilvánvaló számomra az, hogy amikor majd eldöntik, hogy kik nyerjenek, akkor előnybe lesznek azok, akik most is trafikot működtetnek, és nincsen hátralékuk, ugye nem kérhető számon rajtuk a felelőtlen gazdálkodás, vagy egyéb jogsértés. Mi érdeke volna abba az eljáróknak, hogy ne azokat részesítsék előnybe, akik most is működtetnek trafikot? Tehát ez az újra elosztása a piacnak, ez ilyen értelemben nem korrekt, és nem felel meg a valóságnak. Alkalmas arra, hogy riogassák az embereket vele, de ugyanakkor nem lehet tényként kezelni. Nagyon sok mindent lehetne még erről mondani, hiszen a kiírás és a tervezett célok, a szándékok nagyon sokrétűek, de hát nyilván még itt a módosítások, amelyek várhatóan a kormány oldal részéről is jönnek, ezekre sorba ki fognak térni. Talán az üzleti tervről még annyit azért elmondanék, hogy talán 110 pont vagy 120 pont a tervezett maximális pontszám, akkor ahhoz képest egy kicsit kevésbé tűnik exaktnak az, hogy az üzleti tervér járó 60 pont vajon mit tartalmazhat, vagy az hogy lehet megítélni. Jól lehet, fel vannak sorolva, hogy milyen formai követelmények vannak, de csak ilyen francia bajusz szinten. Tehát mondok egy példát, ha azt mondja a kiírás, hogy sorolja fel például milyen tárgyi eszközök, csak ennyit ír róla, akkor hát ember legyen a talpán, aki tudom én, két különböző féloldalt, ami szintén mind a kettő tárgyi eszközöket tartalmaz, össze tud vetni, hogy melyik a jobb tárgyi eszköz pályázat vagy leírás. Tehát valószínűleg azért, mert nagyon gyorsan is jött ez a törvénytervezet, ezért még azért jó néhány dolgot végig kell ezen gondolni, de én összességében oda térnék vissza, hogy a legfontosabb, amit én ebben látok, az az, hogy a hetedére csökkenő, hatodára hetedére csökkenő és megszigorított és sokkal nagyobb felelősséggel járó árusítás teljesen biztos, hogy lényeges csökkentéssel fog járni nem csak a fiatalok, hanem az egész magyar lakosság dohányfogyasztására, és ennek a értéke összegszerűen, pénzszerűen felmérhetetlen. Köszönöm szépen! A következő